Sorányi György kétszer, 1990 és 91 és 95 és 2001 között irányította a Nemzeti Bankot. Az elmúlt időszakban ritkán nyilatkozott, de amikor megtette, akkor bírálta Simor András előző jegybanki vezetését és a kormánygazdaság politikáját is egyaránt. Matolcsy György kinevezése, sőt csomagja óta még érdemben nem szólalt meg, de a mostani, egyébként csütörtök este felvett beszélgetésünknek az is aktualitást ad, hogy az ő főnöke, a CIB bankot tulajdonló Intesa São Paulo bankcsoport olasz vezérigazgatója volt az, aki nemrég rémálomnak nevezte Magyarországot, és felvetette, hogy agresszívan restruktúrálnák a bank magyarországi érdekeltségeit. A csütörtökön bejelentett növekedési hitelprogramtól Matolcsy György fordulatot és a foglalkoztatás bővítését reméli. Ön szerint is reális ez? Bár így lenne, azt hiszem, hogy a bejelentett intézkedések iránya az helyesnek tekinthető. Jó lett volna, ha már sokkal előbb megtörténik egy ilyen típusú váltás a jegybank magatartásában. Nyilván a részletek, az ördög a részletekben rejlik, ahogy ezt minden analista és minden elemző állítja. Egyelőre a mértékek, mennyiségek és a célzottság kapcsán az a benyomásom, hogy ettől fordulat nem lesz. Ugye ez a bejelentett program alapvetően a kisközépvállalatokat célozza meg. Azt hiszem, hogy lehetne és kellene a spektrumát kiszélesíteni a lakossági szférára is, elsősorban a lakáspiac segítésére, a lakáshitelezés erősítésére, és ugyanígy nem szorítanám ki ebből a facilitásból a nagyvállalatokat sem. Egyébként is nagyon nehéz határt húzni kisközépvállalat és nagyvállalat között, hogy egy példát mondjak, ha van egy holding, aminek van 8 kisvállalata, a holding egésze az nagyvállalat, de hát a holding alvállalatai kvázi kisvállalkozóként, középvállalkozóként tudnak megjelenni. Jegybanki forrásból lehetne megoldani? Ez formailag jegybanki forrás, tartalmilag azonban ez a nemzetgazdaságban létrejövő forrás. Megvan az a pénzügyi megtakarítás a gazdaságban, amelynek az észszerű átcsoportosításával, jelen esetben a jegybank közvetítő szerepével meg lehet próbálni, stimulálni, élénkíteni a gazdaságot. Mekkora összegek lennének ezek? Ez nemzetgazdasági szinten kb. 1000-1200 milliárd forint évente, ami tulajdonképpen egy olyan összeg, amit, hogyha felhasználnánk helyes célokra, a magángazdaság beruházásai növekednének ilyen mértékben, az mindannyiunk számára jó lenne. A jegybank számításai szerint ez a három pilléres program akár 3 milliárdos eurós csökkentést okozhat a jegybank devizatartalékában. A monetáris tanács szerint ez tűrés határon belül van. Ön szerint is? Ugye én azok közé tartozom, akik erőteljes kritikával illették a jegybank politikáját 2008-ban, és úgy gondoltam, hogy nagyon alacsony volt akkor a devizatartalék, és ez vezetett ahhoz, hogy nekünk hirtelen az IMF-hez és az Európai Unióhoz kellett fordulnunk, és nem egyéb tényezők. Az egyéb tényezőknek jóval kisebb szerepe volt ebben. Már a devizatartalékok kielégítő magas szinten vannak, azt sem mondanám, hogy túlzottak, azt sem mondanám, hogy alacsonyak, nagyjából helyes a mértéke. Ebben 2-3-4 milliárd forint, 4 milliárd eurós mozgás az nem jelent igazán problémát. Arról nem beszélve, hogy ebben az évben is nagyjából az előző éveknek megfelelő külső egyensúlyi többlet várható. Tehát az, hogyha a Nemzeti Bank 3-4 milliárd eurót esetleg föláldoz, megint hangsúlyozom, értelmes célokra, akkor ez egyáltalán nem biztos, hogy az év végén azt fogja jelenteni, hogy a jegybank devizatartalékai 34 milliárdról 30 milliárdra csökkennek, mert közben új tőkék, új összegek is jönnek be, ha máshonnan nem, az Európai Uniónak a támogatásai az évente 3 milliárd euró körül mozognak, és ez mind egy az egyben építeni tudja a jegybank devizatartalékait. Ezeket a forrásokat a jegybanktól a kereskedelmi bankok 0%-os kamaton kapják meg, és 2%-kal adják tovább. Ez a konstrukció működőképes? Azt szeretném először hangsúlyozni, hogy azon lehet vitatkozni, és abban nem vagyok biztos, ezért is a részletek nagyon fontosak, hogy vajon nem minősül-e implicit költségvetési támogatásnak az, hogyha a Nemzeti Bank ilyen jelentős mértékben
az irányadó kamat alatt számolja föl a hitelek utáni kamatot. Tehát ha az irányadó kamat jelenleg 5% és a jegybank 0%-on finanszírozza a bankokat, ez felvetheti az implicit költségvetési támogatásnak a kérdését. Na most a 2%-os marzs az a mai körülmények között a bankok számára biztos, hogy jelentős jövedelemveszteséget okoz. Ugye tudni kell azt, hogy normál körülmények között, tehát nem az elmúlt 2-3-4 évben, amikor elképesztő nagymértékű veszteségeket szenvedtek a bankok, hitelveszteségeket, mert ugye a nem fizető hiteleknek az aránya a magyar gazdaságban az jelenleg átlagosan 16-17%. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy 100 forintot, amit kihelyez a bankrendszer, abból 17-et nem fizetnek neki vissza, tehát a hitel, a kockázati költség az 17%. Na most ehhez képest mi itt 2% marzsal dolgozhatunk. Normál körülmények között nyilván nem 16% a bukások aránya, hanem mondjuk 1-1,5%. Ebből következik, hogy még normál esetben is az a 2%-os marzs, ez nagyon kevés. Akkor ezek szerint a kereskedelmi bankok dönthetnek úgy, hogy nem fognak 2%-on hitelezni azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek korábban mondjuk 5%-on hiteleztek volna? Én remélem, hogy nem ez lesz a megoldás, hanem valamilyen értelmes kiutat próbálunk találni ebből a helyzetből. Ugye az 5%-os marzs és a 2%-os között még van néhány pozitív szám, tehát valamilyen kompromisszumot talán lehet találni. Ugye tárgyalni kell arról, hogy milyen lejáratúak lesznek ezek a hitelek, mennyire lehet számítani a lejárat után ezek meghosszabbításáról. Tárgyalni kell arról, hogy akár az árazása milyen lesz ezeknek a hiteleknek, milyen célokra lehet folyósítani. Szívem szerint alapvetően beruházásokat próbálnék támogatni ezekkel a hitelekkel. Volt a bejelentés körül némi zavar, mert hogy először úgy tűnt, hogy Matolcsy György egy adminisztratív plafont jelent be, vagyis hogy ennyivel fogják csökkenteni a kéthetes kötvények összegét, de aztán kiderült, hogy ezt mégiscsak inkább egy automatikus piaci folyamatként értékelik. Ön szerint mi a reális? Nehezen tudom elképzelni, hogy tud törésmentesen egy adminisztratív plafon ebben az esetben működni. Ennek sokkal nagyobb kockázatait látnám, bénítólag tudhatni a rendszerre, vagyis olyan előre nem látható és nem kívánatos következménye lehet a forint kamatok piacán, aminek aztán magyarul olyan mértékben egy végig nem gondolt voluntarista limitbeállítás esetén olyan mértékben csökkenhet a belföldi kamatszint, ami első látásra a hitelfelvevőknek, az adósoknak nagyon jól hangzik, de azért azt tudni kell, hogy a magyar gazdaságban nem csak adósok vannak, hanem a 10 millió magyar állampolgárból azért nagyon sokaknak van megtakarítása, betétje, és ez azzal is jár, hogy a betéti kamatok is akkor nagyon leesnek. Most ha a betéti kamatok nagyon leesnek, akkor ennek ugye az a következménye, hogy a jövedelem tulajdonosoknak, az egyes embereknek az utcán el kell gondolkozni azon, hogy forintban vagy devizában tartsa a betétjét. Ha a forint betéti kamatok nem elég vonzóak, nem elég attraktívak, akkor ezt felváltják devizával. Ez nagyon nem érdeke a magyar gazdaságnak, a magyar társadalomnak. Ez ugyanis lefordítva azt jelenti, hogy ha tömegesen a forintbetétet devizára váltják át, akkor a forint árfolyama zuhanni kezd, és a jegybank arra kényszerül, hogy különböző módokon, de leginkább egy nagyon súlyos kamatemeléssel próbálja meg visszahozni és leállítani a folyamatot. Hogyan értékeljük az Intesa São Paulo vezérigazgatójának, vagyis az ön főnökének, Enrico Cucchiainak azokat a szavait, amelyeket a sajtó is sokat idézett, mert hogy azt mondta, hogy bár korábban jó hely volt Magyarország a pénzügyi vállalkozásoknak, már a rémálommá vált. Azt gondolom, hogy nem minősítve ezt a egyébként újságírói kérdésre adott válaszát, azt mondanám, hogy én szeretnék a tényekhez ragaszkodni. A tények azt mutatják, hogy az Intesa São Paulo a válság legkritikusabb időszakában 2008 őszén, október és december között 2,5 milliárd eurót
hozott be az országba, nem kivitt, ahogy szokták mondani, hozott be az országba, mert miközben nagyon sokan menekítették a pénzüket Közép-Kelet-Európából, így Magyarországról is, azok a bankok, akiknek itt komoly bankjaik vannak, és komoly hálózata, fiók hálózata van, azok mindegyike hozzánk hasonlóan több milliárd euróval támogatta a bankját. Ezen túlmenően az elmúlt 3 évben az Intesa San Paolo legutóbb egyébként idén januárban nagyon-nagyon komoly tőkét fektetett be. Tehát nem igazok azok a hírek, hogy ebből az országból a bankok a tőkét kiviszik, ellenkezőleg. Sajnos a nagyon-nagyon nagy veszteségek miatt, ami ezt a interjút vagy ezt a megjegyzést kiváltotta a bankelnökéből, bankvezérigazgatójából, a nagyon nagy veszteségek pótlására, ha szeretjük, ha nem, nekünk sok 100 millió euró tőkét kellett befektetni. Ilyen szempontból talán még sértve is érezhetik magukat a bankok és a külföldi tulajdonosaik is, hiszen a legnagyobb tőkebefektetők az elmúlt 2 évben Magyarországon a legnagyobb veszteséget produkáló külföldi bankok voltak. Tehát pont az ellenkezője igaz annak, ami a populista propagandában elhangzik. Nem kiviszik a bankok a tőkét, hanem behozzák a tőkét a magyar gazdaságba. Mondja, hogy az önök bankcsoportja például súlyos 10, sőt 100 milliárdokat hozott be az országba, de egy olyan bank sincsen, amelyik valóban kivitte a profitot? De van ilyen, az egyik legjobban működő és legsikeresebb magyar bank, amelyik ezzel a tőkeexporttal megteremtette a nemzetközi jelenlétét, és egy nemzetközi láncot épített föl. És melyik bank? Hát ez a legnagyobb magyar bank. Vagyis az OTP. Igen. De az ember fantáziáját azért nyilván megmozgatja, hogy miközben az egyik olasz bank, a Banco Popolare éppen ki is vonul Magyarországról, az ön főnöke azt mondja, hogy agresszív restruktúráláson töri a fejét a bankcsoport, illetve azt is elképzelhetőnek tartja, hogy csökkentsék a jelenlétet Magyarországon. Ez a banküzemág egyébként sok más iparákhoz hasonlóan olyan, hogy a tulajdonosok, ha egyszer megtelepednek valahol, és paradox módon, hogyha kedvezőtlenek nagyon a piaci kilátások, akkor vágyaik vagy akaratuk ellenére sem tudnak kivonulni. Ha egy költség-haszon elemzést csinálnak, akkor világos, hogy egy hirtelen kivonulás az sokkal nagyobb veszteséget okoz, mint hogyha kénytelenek elviselni tartósan a nagyon-nagyon rossz teljesítményét ezeknek a bankoknak. Itt látni kell, hogy 3-4 pénzintézet az elmúlt 3 évben, 4 évben többet veszített, mint amennyit befektetett Magyarországra. Tehát nem arról van szó, hogy ezek a bankok milyen borzasztó sok pénzt kerestek, arról van szó, hogy némiképp leegyszerűsítve mindent elveszítettek. De ez a hatalmas veszteség, ami egyébként 152 milliárd forint volt ahhoz képest, hogy a megelőző év szintén nagy vesztesége, mondjuk például csak 37 milliárd, ez nyilván nem jön össze, csak kormányzati döntések következményeiből, ehhez rossz saját döntések is kellettek. Ez így van, ha mondjuk ilyen egyszerű hüvelykúj szabályokat próbálnék, vagy egy nagyon leegyszerűsített megközelítést, akkor azt mondanám, hogy a veszteségeinknek nagyjából egy harmada az, ami közvetlenül a kormányzat döntéseiből fakad. Egy másik harmada, 40%-a, 45%-a lehet az, inkább 40%-a, ami a globális válság magyarországi lecsapódásának a közvetlen és közvetett következménye, és nagyjából egy 20-25% lehet az, ami a saját rossz döntéseinknek az eredménye. És ebben a 20-25%-ban érez személyes felelősséget? Én ugye nem vagyok exekutívja, nem vagyok a bank végrehajtó testületeinek a tagja, tehát ilyen értelemben nem, de elméletileg és erkölcsileg természetesen igen. Orbán Viktor szavaiból, vagyis hogy legalább 50%-a a magyar bankrendszernek jó lenne, ha magyar kézben lenne, arra lehet következtetni, hogy a kormány nem bánná olyan nagyon, hogyha a külföldi multinacionális bankok kivonulnának az országból. Be kell ismernem, hogy nem tudom, hogy mi az optimális arány. Egyáltalán bizonytalan vagyok abban, hogy van-e optimális arány. Ha a bankok viselkedését próbáljuk értékelni, akkor azt lehet látni, hogy semmilyen különbség nincs Magyarországon az úgynevezett magyar és az úgynevezett külföldi tulajdonban lévő bankok piaci magatartása között.
ugyanúgy csökken a magyar bankoknak a hitelállománya az elmúlt 3-4 évben, mint a külföldi tulajdonban lévő bankoké. Egyébként ettől a bizonyos 50%-tól nem vagyunk nagyon messze, mert ha figyelembe vesszük az úgynevezett magyar tulajdonban lévő bankokat, OTP-től FHB-ig, a takarék szövetkezetektől a takarékbankig, vagy több kisebb magyar tulajdonú pénzintézetet, akkor nagyjából 40% lehet a magyar tulajdonban lévő bankoknak az aránya már ma is. De még egy nagyon fontos dologra szeretném ráirányítani a figyelmet. Feltéve, de nem megengedve, hogy 2008-9-10-ben, vagy az elmúlt két évben a magyar bankok nagy része, vagy a ma külföldi tulajdonban lévő bankok nagy része magyar tulajdonban lett volna, akkor a magyar költségvetés már fejre állt volna. Ugyanis a konszolidált vesztesége az elmúlt 3 évben a bankrendszernek az bizonyára meghaladta a 7-800 milliárd forintot, ami ugye testvérek között is 2-3 milliárd euró. Ha ezt a pénzt a magyar adófizetőknek kellett volna kifizetni, már pedig más nem tudta volna kifizetni, akkor azt hiszem, hogy az eddignél tapasztalathoz képest is sokkal nagyobb nyomorúság lenne az országban. Őszintén szóval én nem látok a mai magyar gazdaságban olyan befektető csoportot, amelyiknek akkora tőkéje lenne, hogy ezt a bankrendszert át tudná venni. Ha pedig az állam veszi kézbe ezeket a bankokat, akkor tessék megnézni, hogy mi van Cipruson. Ön korábban többször kritizálta a Simor András féle jegybanki vezetést, most a jegybank működési struktúráját alaposan át is alakította Matolcsy György. Mi az, amivel ebben egyet tud érteni? Nem látok bele abba, hogy pontosan mi történik a jegybankban. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy minden politikai indítatású kritikától igen messze kívántam, és kívánom, és fogom tartani magam. Ennek következtében szeretnék nagyon világos különbséget tenni abban, hogy nekem nagyon sok ponton valóban nagyon komoly véleménykülönbségem van abban, amit a jegybank a megelőző években csinált, nem csak Simor András alatt, ugyanilyen mértékben Járai Zsigmond alatt is, de ezek szakmai jellegű viták, amiben ki majd eldönti, vagy az utókor eldönti, hogy kinek volt igaz, a tények, folyamatok is ezt vagy alátámasztják, vagy nem. Ugyanakkor azt nagyon fontosnak tartom, és ebben nincs jó érzésem, hogy a jegybank az egy olyan intézmény, amelyik az elmúlt 20 évben legalábbis úgy működött és úgy fejlődött, hogy a pártpolitikai folyamatoktól többnyire teljesen függetlenül szakmai meggyőződése alapján működött, amelyben a bankon belül legalábbis egy kvázi parttalan demokrácia, vagy szabad elvűség, szabad gondolkozás működött. Egy olyan műhelye a magyar közgazdasági életnek, ahol lehet mondani, hogy talán a legtehetségesebb fiatal emberek jöttek össze az elmúlt évtizedekben, és ez egy olyan érték, amit minden erővel védeni kell. Ehhez képest Ha például igaz az a pályázati rendszer, amit a sajtóban olvasni lehetett, az elbizonytalanít abban, hogy ez a nyílt, őszinte, fesztelen vita szakmai önállóság, ami eddig a jegybankot uralta, tovább tud élni. A magyar bankrendszert sújtó adóknak, meg tranzakciós adónak egy részét, mint tudjuk, a kereskedelmi bankok többsége áthárította a fogyasztókra. Aggodalommal figyelik azt a folyamatot, ami mondjuk a közműszolgáltatások területén zajlik, amikor a kormány jogszabályban akadályozza meg az áthárítást? Elképzelhetőnek tartja, hogy ugyanezt a módszert később majd a pénzügyi területen is alkalmazzák? Egyfelől aggodalommal nézem, de nem azért, mert attól tartanék, hogy közvetlenül a bankszektornál ugyanilyen döntést hozna a kormány. Nem tartom szerencsésnek azt, hogyha egy piacgazdaságban a piaci folyamatoktól, a költségektől, az áraktól, a ráfordításoktól függetlenül szemét lehúnyva vagy behúnyva bárki dönt az árakról. És elfogadhatatlannak tartom azt, hogy egy szolgáltatói szektorban az legyen az elfogyott, nem szabad profitot csinálni.
ha valahova komoly tőkét fektetnek be, ezekre a területekre pedig rendkívül nagy tőkéket fektettek be, akkor a kapitalizmus alaptörvénye az, hogy azon persze profitot kell csinálni. Egyébként nem lesz olyan ember, nem lesz olyan vállalkozás, aki pénzt lesz hajlandó oda befektetni. Tehát ilyen szempontból aggodalommal nézem, de nem azért, mert ránk ilyen hatással lehet. Ennek pedig az az egyszerű oka, hogy azt nehezen tudnám elképzelni, hogy a bankok nem háríthatják át a tranzakciós adót, de az állam igen. Ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy a kincstár is ugyanolyan tranzakciós illetéket számol, és mondjuk a nyugdíjakból is a kifizetés pillanatában automatikusan levonja a tranzakciós illetéket, amit aztán átutal a költségvetésnek. Amit a kincstárnak szabad, azt vélelmezem, hogy a többi szereplőnek is szabad. Az utóbbi időben többen hangot adtak annak az elméletnek, hogy a magyar kormány tudatosan gyengíti a forintot, és ez egyfajta gazdaságélénkítő stratégia része. Ön is így látja? Remélem, hogy nem így van. Azt mindenki józanul föl tudja fogni, hogy egy olyan gazdaságban, ahol ma is sok százezer családnak van devizahitele, sok tízezer kisvállalkozónak van devizahitele, ott ilyet már csak emiatt sem szabad csinálni, mert olyan terhekkel, olyan addicionális terheket rak több millió emberre, családra, ami elfogadhatatlan. A forint az én ízlésem szerint jelenleg is túl gyenge, ennél jóval erősebbnek kellene lennie. Nem szabad elfelejteni, hogy ha nincs ilyen recesszió, mint amiben vagyunk, akkor már ez a leértékelés is nagyon súlyos infláció gyorsulással kellene, hogy járjon. Tehát itt most nem kell örülni annak, hogy a 300 forint körüli árfolyam egyelőre még nem indította be az inflációs spirált, mert ez annak a következménye, hogy hatalmas munkanélküliség van, hogy nincs beruházás, hogy alacsony a fogyasztás, hogy csökken a kiskereskedelmi forgalom. Ilyen körülmények között nem tud a költségek emelkedése áttörni, bár azért van terület, ahol áttör. Azért ne felejtsük el, hogy a 450 forintos benzin az nem magától van, az attól van, hogy 300 forint az árfolyam. Ha az árfolyam 270 lenne, akkor a 450 forintos benzin az valahol 400 lenne. Az se olcsó, félre ne értsenek, de mégis azért az már tankolásonként jelent egy nagyon komoly összeget, 1500-2000 forint differenciát egy autósnak, egy családnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy gazdaságot élénkíteni egyoldalú leértékeléssel lehet, de nem szabad, lehet, de nem észszerű. Nemrég került nyilvánosságra az egyébként rendkívül kedvező államháztartási hiányadat, amiből a kormány rögtön levonta azt az örömteli következtetést, hogy minden bizonnyal kikerülhetünk a túlzott deficit eljárás alól. Mások azt a következtetést vonták le, hogy minden bizonnyal következik majd egy óriási kiigazítás. Ön szerint mit gondol erről? Nagyon sok mindent. Az első az az, hogy jó volna kikerülni a túlzott deficit eljárás alól. Valóban nagyon régóta vagyunk benne, és egy nagyon felelőtlen elmúlt 10 év tükröződik ebben a folyamatban. Ezért drukkolok annak, hogy kikerüljünk a túlzott deficit eljárásból. Ugyanakkor közgazdászként a tényekhez kell ragaszkodni. A 2,1%-os államháztartási hiány az centire ugyanannyi, mint ami 2008-ban volt, tehát 3,8. Ugyanis a 2,1%-ot azt úgy értük el, hogy a magánnyugdíjpénztárat közben felszámoltuk. Tehát az a magánnyugdíjpénztári befizetés, amit eddig a magánpénztárakba fizettünk, azt most a központi költségvetésbe fizetjük, és hogyha az almát az almával, a körtét a körtével akarjuk összehasonlítani, akkor ma ugyanannyi az államháztartás deficitje, mint 2008-ban volt, és marginálisan kisebb, mint 2009-ben vagy 2010-ben volt. Ilyen értelemben nem vagyok nyugodt. Abban az értelemben sem vagyok nyugodt, hogy a magyar állam adóssága de facto ma lényegesen magasabb, mint 2-3 évvel ezelőtt. Mert miközben megint a felszínen 81,5% helyett 80,5%-on van, vagy 79,7%-on van az államadósság szintje, eközben a magyar államnak a nyugdíjadóssága, tehát amit a jelenlegi lejelenleg dolgozók felé nyugdíjfizetési kötelezettsége fönnáll,
az körülbelül a GDP 12%-ával növekedett. Ugyanis a jövőben nem a magánnyugdíjpénztárnak kell helytállnia a nyugdíj kifizetésben, hanem a magyar államnak. Tehát a magyar államnak a nyugdíj ígérete, a magyar dolgozók nyugdíj várománya lényegesen megnőtt ebben a periódusban, úgyhogy összességében a magyar állam, a magyar költségvetésnek a fenntarthatósága az jelentősen romlott az elmúlt 2,5 évben. Köszönöm szépen!